Szombaton 10 órától a főiskola A épületében tartották a diplomaosztó ünnepséget. A végzős hallgatók tiszteletére műsorral nyitották meg a rendezvényt, majd dr. András István rektor köszöntötte az egybegyűlteket. Mint mondta, összesen 326 végzős hallgató tett záróvizsgát, közülük 306-nak sikeresen zárult a vizsgatétel. A ceremónia fénypontja minden bizonyal a diplomák átadása volt, amelyen egyesével szólították a hallgatókat oklevelük átvételére. Ezután Cserna Gábor polgármester tartott beszédet a diákoknak, elismeréssel méltatták a kiemelkedő teljesítményt, a nagy szorgalmat, segítséget nyújtó végzősöket, oktatókat. A diplomátadó ünnepségünket tartottuk mai nap 10 órától, melynek keretében oklevelet 155 hallgatónknak tudtunk átadni, és majd délután 1 órakor a záróvizsga igazolások átadásának ünnepségén további 165 hallgatónak adunk át záróvizsga igazolást. Ugye ők azok sajnos, akik még nyelvvizsga hiányában nem vehetik át az oklevelüket, de magát ezt a bizonyítványt már megkapják. A diplomátadáson kívül más díjakat is kiosztottak. A rektori díszoklevelek mellett átadták a Dunaújvárosi Főiskola tiszteletbeli polgára címet Liszang Ilnek, a Dunaújvárosi Hangkókgyár ügyvezetőjének és a Dunaújvárosi Főiskoláért díjat dr. Galambos Dénes kormánymegbízottnak. Váratlanul ért, az ember nem készül erre és nem is ezért dolgozik, ugyanakkor nagy megtiszteltetés számomra, hogy a főiskola szenátusa egyhangú szavazással döntött amellett, hogy a Dunaújvárosi Főiskoláért díjat megkapjam. Szükség van erre a főiskolára. Fejér megye egyetlen állami főiskolája, közel 3500 hallgatóval, és a mai diplomátadó ünnepségen pedig nagyon jó eredményekkel végeztek.